Pádár Tamás és Árki Kristóf. Isten hozott benneteket a stúdióban. Mi is köszöntjük a kedves nézőket. A katolikus karizmatikus megújulás fiatalságát képviselitek itt, és a nekik szóló programokat, üzeneteket. Többek között azok a kis néhány perces, egy perc, szó szerint egy perces üzenetek, vagy néhány perces üzenetek, amit lelkes perceknek neveztetek el. Talán úgy lehetne legjobban megfogalmazni, hogy ezek ilyen apró üzenetek, mini tanítások, tehát nem egy ilyen másfél órás hosszú előadásra kell gondolni, hanem tényleg így az ilyen fontos témáknak, amiket mi úgy érezzük, hogy a fiataloknak át szeretnénk adni, azoknak így a kivonata egy olyan 8-10 percben. Ja, akkor ez azért hosszabb, mint amit gondoltam. Én azt mondom, hogy a mai fiatalok már 2 percnél hosszabb, akkor már tovább kattintanak. Hát egy 10 perces videót még meg tudnak nézni. És ez főként az Instagram oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkra töltjük föl ezeket. És az eddigi tapasztalatnak az első videónk jött ki, és hát mindenki kérdezi, hogy hol van a második, és jövünk is ki hamarosan, úgy látjuk, hogy keresik is a videókat a fiataljaink. Igen. Azokon a felületeken, amiken én már nem vagyok otthon, vajon fölkerülnek-e olyan helyre, ahol a hozzám hasonlóan már idősebbek mozognak, tehát fölteszitek azért olyan helyre is, ahol nem tudom, a karizmatikus megújulás honlapjára például, vagy... Hát a honlapra kifejezetten nem, de a Facebook oldalra, illetve a YouTube csatornánkra föltöltjük. Hát, az már, igen, az már azért nekünk is megy, igen. Igen, tehát az e-mail listáinkon is hirdetjük, és ott meg szoktuk osztani a YouTube linkeket, és ott már egy kattintással elérik a videókat, úgyhogy... Ha már nálad van a szó, Tamás, egy pár szóval be tudod mutatni nekünk Kristófot, hiszen ő, mondhatjuk azt, hogy új a csapatban. Igen, igen. Kristóf, mint teamtag új a csapatban, viszont pont azért esett rá a választás, mert nagyon régóta ismerjük, egészen a Tini Lelkes Napok, ez a legkisebb táborunk, 10-től 15 éves korosztálynak, és ott ismertük meg Kristófot, szóval egészen kicsi gyerekkora óta ismerjük. Aztán jött át a Lelkes Napok táborba, indítottunk egy ilyen lelkes tréning nevű kurzust fiataloknak, akik akarnak többet tanulni Jézusról, növekedni tanítványságban, szolgálatban, és Kristóf ezen a tréningen is részt vett, kiválóan teljesítette, és amikor így gondolkoztunk nyáron, hogy ki lehet az új negyedik tag, mert most volt nyáron egy ilyen váltás. És ki a másik kettő, bocsánat? A másik kettő, Zubai Tinának hívják, és Rimaszéki Ági a másik, illetve hát én vagyok még benne. És hát úgy láttuk, hogy Kristóf erre a legalkalmasabb személy. Akkor, ha jól értem, Kristóf, te ott voltál valamelyik lelkes napokon? Igen, de már igazából előtte. Már előtte? Már előtte is valamennyire sikerült belefolynom szüleimen keresztül így a karizmatikus megújulásba, és akkor így szépen lassan beoltottam. Igen, igen, mert azt hiszem, hogy a lelkes napok az a karizmatikus megújulásban megöregedett embereknek a, nem is tudom, a reménye. A reménység a megújulásra, mert ugye mindig meg kell újulni, és minden ilyen nagyobb, mióta van a karizmatikus, 40 éve, 50 Magyarországon? Hát Magyarországon ilyen 80-as években alakultak az első csoportok. Tehát már, és akkor tényleg ugyanez a tűz, ugyanez a láng, ugyanez a lelkesedés, és aztán hát minden egy kicsit újra megújulásra szorul, és akkor jöttek a fiatalok, és emlékszem, amikor az első lelkes táborban még oda mentem interjút készíteni, és hú, mi lesz, most majd jönnek a gyerekek, és valahogy a Szentlélek, tényleg azt mondhatjuk, hogy csodákat tesz. Igen, hatalmas csodákat, és már sok éve, 13-14 éve látjuk, hogy egyre nagyobb csodákat tesz, hogy egyre több fiatal gyűlik. A 2009-ben még csak egy ilyen 20-30 fiatal gyűlt össze. Most idén úgy látjuk, hogy minden évben egyre nagyobb az érdeklődés a tábor után. Egyik ismerős hívja a másikat, és most egy olyan 250 gyerekre számítunk. Igen, de nem is a létszám, gondolom, az, ami igazán számít, hanem az, hogy hogyan jönnek el a táborból, és a következő táborig tényleg meg tud-e bennük maradni az a tűz, az a lobogás, az az Isten szeretet és kapcsolat, amit ott felfedeznek, és ami ragad az osztálytársakra, meg a barátokra is. Szerintem ez a tábor
eléggé Isten ajándéka így a magyar katolikus karizmatikus megújulásnak. És az egész egyháznak mondta. És igazából igen. Szerintem, akik eljönnek ebbe a táborba, ők igazából valahogyan így a Szentlélekkel, tehát az a fő cél szerintem, hogy megismerjék Istent, hogy közelebb kerüljenek hozzá, hogy kilépjenek abból a már megszokott valóságból, és belépjenek abba az új valóságba, hogy megtapasztalhassák, hogy Istennel, tehát hogy meghívtál, hogy vízre lépjek dalban, és énekeljük, hogy Isten tovább tud minket vinni, mint ameddig mi bírnánk, és elképesztő csodákat lehet megtapasztalni, akár kisebb, akár nagyobbakat, mindenkinek a személyes életében. Szerintem mindenki tudna mesélni arról. És talán Szentlélek olyan ebben, mint mondjuk a DNS, hogy így tovább öröklődik egyszerűen, így a karizmatikus megújuláson belül, és így meg akarjuk ezt osztani. És talán azt akarjuk megmutatni a fiataloknak, vagy legalábbis nem mi, hanem Isten, hogy mindig csak felfelé Jézusra tekintsünk. Igen, mennek oda, gondolom, olyanok is, akik, hát jó, a szüleink elrángattak már kiskorunktól kezdve a templomba, hát oda megyünk, most is már kicsit kamaszodunk, nem annyira szeretjük, de jó, de a családi program része, hát oda megyünk, és ebből fordulnak át, és vannak olyanok is, akiket viszont a barátok rángatnak, te még sose hallottál semmiről itt az Istenről, de gyere el. Igen, számos ilyen tanúságtétel érkezik vissza hozzánk, akár a tábor végén, mindig szeretjük őket, nekik mikrofont adni, és nagyon sokan elmondják, hogy hát én a hittantanárom küldött el, a plébános küldött el, jöttem a csoporttal, anyukám hozott el, mert karizmatikus közösségbe járnak, és akkor ő is lássa. És jönnek kicsit ilyen félénken, dacosan, hogy most miért kell itt eltölteni egy hetet, aztán megérkeznek, látják azt a légkört, ami körülveszi őket. Két napig még kicsit feszengenek és nézik, hogy mi is történik velük, és amikor eljön az utolsó nap, akkor nem akarnak hazamenni, és írnak, hogy a Szentlélek mit tett velük, mert hogy azt hiszem, nagyjából mindenki úgy megy haza, hogy kapott valamit, valahogy jobban megismerte Isten, mert valamiképpen találkozott vele, vagy Isten gyógyulást adott neki, vagy akár fizikailag, vagy lelkileg. Vagy valami nagy lelki teret le tudott tenni, mert vannak például lelki gondozó szolgálatok. Életek változnak meg, és ezt nekünk, akik így több évet csináljuk, annyira öröm látni, ahogy felnőnek a gyerekek, és normális családok születnek. És igen, most már a mi táborunk is elérkezett oda, hogy így 10 évet csináljuk, hogy látjuk az első gyümölcseket, megjöttek már az első lelkes babák, mert látjuk, hogy a táborunkban megismerkedtek, és gyönyörű gyümölcsei vannak ennek a szolgálatnak. Igen, ez a szolgálat az, amelyik nagyon hálás, hogy tényleg 3 nap alatt, vagy 4 nap, mennyi is 3,5? Hát 6. 6 nap során egyszerűen a Jóisten működését, a szentek működését tapintani lehet. Aztán van egy csomó olyan szolgálat, ami maghintés, és majd valaki esetleg meglátja annak a gyümölcsét, de hát nem az arat, aki vetett. De itt, hát tényleg olyan munkatársai vagytok a Szentléleknek, hogy rögtön látszanak, és látszik egy csomó is a gyümölcsből, úgyhogy ez nagyon lelkesítő lehet. Igen, minket is lelkesen tart. Igen, ez is nagyon fontos. Viszont az, hogy mennyit kell nektek beletenni az emberi tudásatokból, tapasztalatotokból, okosságotokból, tehetségetekből, és mennyit ad hozzá a Szentlélek, ezt így, tudom, nincsenek számok, de mégis ti hogy érzékelitek? Szerintem mindenki beleteszi így a saját erejét úgy, amennyire ő tudja, és jön a saját tudásával, a saját tapasztalataival, tehát például a grafikai munkákat is mondjuk nem olyan csinálja, aki nem tud rajzolni, hanem olyan, aki például ezt tudja. Tehát, hogy Áci például nagyon szépen rajzol, és így a grafikai részek rámaradnak. Tomi a szervezést nagyon-nagyon jól tudja csinálni, és neki nagyon sokat besegít például Timi. Én, mivel így a kommunikációs média szakos vagyok, emiatt a médiás dolgokba segítkezek be inkább, de alapvetően mindenkinek van rálátása mindenre. De azért picikét így fel vannak osztva ezek a dolgok, hogy azért mindenki komfortosan érezze magát.
Igen, valahogy az is csodálatos, hogy ez a tím így összeállt, mert mindenki egy kicsit más személyiség, mindenkinek más a területe, és azt hiszem mindannyiunkra elmondható, hogy megtesszük, amit magas színvonal, amit kell azért, hogy ez a tábor létrejöhessen, de mindez semmi lenne a Szentléleknek a munkája nélkül. Azt tapasztaljuk, hogy az egész tábor tulajdonképpen a Szentlélek munkája, mert hogy persze megszervezhetnénk, meg sokan megszerveznek hasonló táborokat, viszont ami miatt ez fontos például, amikor összegyűlünk, és mármint így teambe négyen összönünk, mindig nagyon fontos eleme a megbeszéléseinek az ima, mert nem akarunk egy lépés sem menni a Szentlélek vezetése nélkül. Nem csak egy jó hetet, egy jó tábort akarunk szervezni, hanem azt akarjuk, hogy valódi találkozás legyen a Szentlélekkel, és hogy valóban megváltozzanak életek, és ez a Szentlélek segítsége kell. Biztos az idei tematikát és mottót is elkértétek a Jóistentől. Mi lesz most? Témánk, a mottónk az Dávid fia. Kicsit Dávidról is szól, mint az ószövetségi királyról, és a fiáról is, nem pont Salamonról, vagy a másik többiről, hanem konkrétan Jézusról. Tehát tulajdonképpen Dávid életén Jézusra vezetve szeretnénk bemutatni egy olyan tábort, ami így segít a táborozóinak így az életük nehéz döntéseiben, életszakaszaiknak a harcainak a megvívásában. Dávid sztoriain keresztül azt hiszem sok minden megmutatható a küzdelemről, hősiességről, kitartásról, elhívásról, és hogy Isten ígéretei hogyan teljesednek be az életünkben, vagy sokkal inkább azt látjuk, hogy Jézus személyében mennyire teljesedtek be azok az ígéretek, amiket Dávidon keresztül kapunk. Ugye Dávid fia hányszor megjövendölték, hogy Dávid házából és nemzetségéből származik, és sorolhatnánk még tovább. Dávid igazából egy olyan példa tud számunkra lenni, hogy Isten őt is elhívta, és voltak neki is elbukásai, ahogy mindannyiunknak, de talán pont, amit Tomi említett, hogy a kitartás, az Istenhez való hűség, az őt mindig tovább vitte, és erre tud nekünk egy olyan példa lenni, hogy ne féljünk attól, hogyha elbukunk, hogyha nem úgy alakul az életünk. Tehát Istenem mindig van újrakezdés, és Isten mindig vár minket. Megvan a tábornak a jól bevált menete, a sarokpontjai, de szokott-e valami újdonság is lenni? Például az idei nyári táborban lesz-e valami, ami eddig nem volt? Igen, most egy különlegesebb táborra készülünk, mert hogy elértük a kapacitásainknak a végét a táborhelyet illetően. Ugyanoda szervezzük, de mégis több emberrel. Ez érdekes logisztikai kihívások elé állít minket. A táborhelyen van egy nagy terem, amiben maximum 250 ember tud elférni. Ezt elértük a szolgálóinkkal együtt. És van még egy másik konferenciaterem ugyanazon a helyszínen, amit szintén kibéreltünk. Tehát most az egész táborhelyet elfoglaljuk, és olyan kihívások elé állít minket, hogy akkor most két terembe kell egyszerre programokat szervezni, akkor így kicsit tudjuk, meg tudjuk osztani, hogy akkor melyik előadást kihallgassa, hogy aki még most van először esetleg, vagy még friss neki ez a téma, akkor neki, vagy akár korosztály szerint is tudjuk őket bontani. Tehát egy olyan tábor lesz, ami még több igényre, élethelyzetre tud reagálni, mert egyszerre több téma tud menni egyszerre, vagy pedig, hát hogyha meg közös alkalmakat kell tartani, akkor meg kell oldani a kivetítést, hogy mindkettő teremben ugyanaz legyen követhető. Lesznek közös kapcsolódási pontok, de szerintem úgy lehetne talán a legjobb elején, hogy párhuzamosan két tábor. És mondjuk a nagy közös dicsőítések, az is külön megy akkor ezek szerint? Igen, sokan gondolkoztunk azon, hogy hogyan oldjuk ezt meg, mert azért mégiscsak egy helyen vagyunk, meg hogyha valaki elhívja a barátját, akkor nem jó, hogyha nagyon szeparálva van, ezért vannak szeparált programok és vannak külön egybe programok. A szentmisék azok mindig egybe lesznek, kint szabad téren, mert ott tudunk ennyien összegyűlni. Az esti dicsőítések meg vegyesen két helyen lesznek. Egy darabig hát nyilván kivetítőn tudják nézni, az egy kicsit kellemetlenebb, de hogy utána meg az esték fognak átváltozni, tulajdonképpen választható, tehát több dicsőítés lesz egyszerre,
És több fajta is. Több fajta, mert hogy valaki már hevesen táncolna és Isten dicsőíteni örömmel, valaki pedig még éppen egy lelki nehézség szakadt át benne, és inkább csendben imádkozna, segítséget kérne, lelki beszélgetne, és akkor elmehet egy csöndesebb terembe. Mindent megtalálnak az érdeklődők a lelkesnapok.hu-n. A tiniknek is külön tábor van, a kicsit nagyobb korosztálynak is külön tábor van, és nem baj, ha egy kicsit ilyen szelíd, hogy mondják ezt finoman, nem is erőszakkal, de szelíd határozottsággal küldjük a fiatalokat, vagy egymást hívják a fiatalok, mert ott úgyis megtörténik az átfordulás. Igen, várunk mindenkit szeretettel a táboraimba. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, még folytatódik a délelőtt, egy kicsit maradjanak velünk.